televíziós producer azt mondja, hogy megkapjátok a főműsoridőt, és megkapjátok a saját showtokat, televíziós showtokat. Ez egy 60 perces műsor, és az érdekelne, hogy mit csináltok ebben a 60 percben. Azon gondolkodtam, hogy a delfines ötlet az egy nagyon jó ötlet volt, Erik, köszönöm szépen, hogy bedobtad. Szóval, hogy tüzes karikákat kéne állítani a Balaton közepébe, és delfineket kéne költöztetni a Balatonba, és hagyni kéne, hogy átugorjanak, egy ilyen cirkuszi mutatványt kéne csinálni a Balatonon. Szerintem ez egy nagyon zseniális produkció lenne. Közben zenélhetünk is, ha gondoljátok, tehát, hogy egyébként ez szerintem abszolút legit és működőképes. Ti mit gondoltok erről? Szerintem a zenét azt lehet, hogy ki lehetne hagyni belőle. Zenét ki lehet hagyni? Mit gondoltok a zenével, mit csináljunk? Én is kihagynám. Jó, ez nem egy zenés produkció lesz, itt csak állunk és nézzük, a csobog a víz, mert éppen tüzes karikákon átugrálnak a delfinek. Ez szerintem teljesen jó. Mit gondoltok, ezzel már így be tudnánk vágódni egy ilyen, mondjuk 60 percen keresztül lehetne csinálni egy olyat, hogy mindig átrakosgatjuk a karikákat. Eloltjuk, átvisszük, újra meggyújtjuk, de hogy közben követve a delfinek úszásának a vonalát. Csinálnám ilyen Windows képernyő kímélő stílóban, és gyakorlatilag így ez menne 60 percen keresztül. Kortárs művészet. Úgy gondolom, hogy ez egy remek, remek ötlet. Szóval Mr. Spielberg, mármint hogy jó napot kívánok, Mr. Spielberg, Kádár Szabó Bence vagyok, a Benté Kádár projektből. Igen, épp most játszottunk, de ez most nem lényeges igazából. Az lenne a lényeg, hogy lenne egy nagyon jó műsorötletünk a Balaton közepére, igen, Magyarországon, igen. Arra gondoltunk, hogy tüzes karikákon át kéne ugráltatni delfineket. Igen, tudom, hogy nem laknak delfinek a Balatonban, de ez megoldható, abszolút megoldható. Nem lesz problémája a delfineknek, túl fogják élni, minden rendben lesz. Egy ilyen petás bizonyítványt is majd nyújtunk be erről az egész eseményről, tök jó lesz, tényleg, komolyan mondom. Boldog delfinek lesznek. Jobbra is, balra is. Tetszik az ötlet? Hát nézze, kortárs művészet címszóval el lehet adni szerintem. Hogy 3 millió dollár? Elég lesz rá? 3,5? Jó, 3 millió 250. Rendben, akkor megegyeztünk. Akkor mehet a műsor, igaz? Köszönjük szépen. Mit csináljunk a civilekkel? De azt nem lehet. Ez nem túl emberséges. El sem mondom, mi volt az ötlete. Hát jó, adjunk nekik savanyú cukrot, jó, rendben. Nem, hát értelemszerűen azok a delfinek jönnek a Balatonba, akik be vannak zárva jelenleg, tehát kiszabadítjuk őket a ketrecekből. Hát persze, hát olyan delfineket találunk, akik nagyon-nagyon kicsi medencékbe vannak beszorítva. Hát ez, így oldjuk meg a civil problémát. Tovább viszük őket a tengerbe a műsor után, majd mindig minden műsor alkalmával keresünk új delfint. Betanítjuk őket, emberséges körülmények között természetesen. Erre a 3 millió 250, nem tudom mennyire elég. Megkapjuk a három felet? Jó, megkapjuk a három felet. Köszönjük szépen, Mr. Spielberg.